Sátoraljó Újhely önkormányzata kötvénykibocsátásból 1,5 milliárd forint forráshoz jutott. Ebből hajtották végre az elmúlt években Sátoraljó Újhelyben a fejlesztéseket. A cél már eddig is az volt, hogy a városban olyan beruházásokat hajtsanak végre, melyek munkahelyeket teremtenek és bevételt hoznak a városban, valamint az idegenforgalom fejlesztése. A 2014-2020-as városfejlesztési koncepció több pontban taglalja azokat az elképzeléseket, melyek a következő 7 évben is előre mozdítanák a települést. Ilyen a vízfolyások, vízelvezetés, csapadékvíz elvezetés rendezése. Itt is tettünk egy icipici kiegészítést, hogy mert itt az anyagban elsősorban a 3 csatolt településről volt szó, Bányecskáról, Széphalomról és Károlyfalváról, hogy ez vonatkozzon a teljes Sátoraljó-Újhelyi részre, hiszen azért a Májskút-patak vagy a Zsolyonka-pataknak a helyzete az nem teljesen rendezett még, és sok helyen a városban is a csapadékvíz elvezetéssel vannak gondok. A következő 7 év elképzelései között szerepel Sátoraljó-Újhely útjainak felújítása. Az előző időszakban olyan 220 millió forint értékben kerültek utak felújítása, 23 vagy 24 utca felújítása történt meg. Nyilván sokkal többre lenne még szükség. Becslések szerint egy olyan 500 milliárd forint kéne most ebben a pillanatban, hogy hirtelen egy nyár alatt mondjuk sok-sok utcát újítsunk még fel. Az elkövetkező 7 évben azonban erre lesz lehetőség, és ezt továbbiakban is szorgalmazni szeretnénk. Szóba került azonban a város nagy elkerülő útjának megépítése is. A városfejlesztési koncepció a továbbiakban tartalmazza az intézmények felújítását, ezek közül is az 5. István Katolikus Középiskola rekonstrukciója lenne a legfontosabb. Érdekes elképzelés a helyi vízfolyásokra mini vízi erőművek telepítése, melyek a város elektromos energia ellátásába kapcsolódnának be. Az ipari park és a kalandpark, a közterületek és játszóterek továbbfejlesztése is a következő 7 év céljai között szerepel, de a Városfejlesztési Bizottság javaslatot tette arra, hogy az önkormányzat foglalkozzon a város természeti és ásványkincseinek helyzetével, esetleges hasznosítási lehetőségükkel. Az Oktatási Bizottság pedig szintén olyan határozatot hozott, mely előnyös lehet az önkormányzatnak a Sátoraljó-Újhelyi óvoda fenntartó társulás megszüntetésével. Ezek a társulások a nyár folyamán meg fognak szűnni, szinte mindegyik. Ezeket vizsgálják most felül, és úgy gondoltuk, hogy ez ami nem tehát nem muszáj tovább folytatni, azt nem is kívánja az önkormányzatunk folytatni, tehát úgy gondoljuk, hogy ezt a társulást, az óvodát megszüntetjük. A döntés előnye, hogy a Sátoraljó-Újhelyi óvodákban dolgozó óvónőknek kevesebb munkája lesz.